A Jászberényi fedett műjégpálya is a tavaszt idézte március utolsó hétvégéjén, legalábbis a rendezvény nevében, hiszen tavaszkupa néven az utánpótláskorú műkorcsolyázó versenyzők léptek a küzdőtérre. A rendezvényen több magyar város képviseltette magát, többek között Győr 13 versenyzővel. Nagyon jól érezzük magunkat, imádjuk ezt a versenyt, nagyon jó a szervezés. Adrián mindent megold úgy, ahogy kell. Imádjuk a jeget is, mert nagyon jó a minősége. Ez a második tavaszkupa, az elsőn is itt voltunk, ezen is itt vagyunk, és reméljük, hogy jövőre is jövünk. A Korikör Alapítvány és a Fővárosi MAC rendezésében zajló tavaszkupán természetesen a jászberényi műkorcsolyázók is jégre léptek. Most nem izgultam, mert a hazai pályán pont tudtam, hogy milyen lesz a jég, és hova kell állnom, szóval izgultam egyáltalán. Előadáson kell még dolgoznom egy kicsit, és szerintem a forgásaimon, mert talán azokban rontottam kis dolgokat, de azokat szerintem könnyen ki tudom javítani, és egy kicsit több önbizalom kell, és meg lesz. Minden esetre Lilla így sem teljesített rosszul, hiszen Téglási Tamara tanítványa mögött a második helyen végzett. Lilla mellett fiatal kora ellenére Cirher Flóra is nagyon sok versenyen részt vett már, és ő sem izgult a hazai közönség előtt. Én nem izgultam most annyira, mert sokan itt voltak ismerősök, a koristársaim, és mind szurkoltak nekem, és ez nekem nagyon jól esett, és így sokkal könnyebb volt fellépni. Nagyon élveztem a kűrömet is, és nagyon, nagyon szeretek korcsolyázni, és amikor elrontok egy ugrást, mindig úgy gondolok vissza rá, hogy nem baj, hogy elrontottam, mert nagyon szeretek korcsolyázni, és semmi nem állíthat meg. A vidékbajnokságban nem is állította meg Flórát semmi, hiszen korosztályában az első helyen végzett. A Korikör Alapítvány színeiben még Pap Noémi és Turó Hanga is jégre lépett, akik életük első műkori versenyén nagyon jól korcsolyáztak, hiszen Noémi a vidék bronzérmese lett. De Hanga is nagyon szépen szerepelt 5. helyével. Szabó Dalma is jól teljesítette kürjét, de ezúttal, épp hogy lemaradva a dobogóról, a 4. helyen végzett. Az egykori sokszoros országos bajnok egyébként minden lánynak ajánlja a korcsolyázást, hiszen többek között a lányok kötelességtudata is fejlődik e sportág mellett. Annak örülök, hogy sokan akarnak korcsolyázni, mert ha még nem lesz belőlük relatíve semmi, csak korcsolyázik több éven keresztül, akkor is a tartása, az élete, az elhivatottság, a kötelességtudat, ez mind-mind fejlődik emellett a sport mellett.